A hétvége is a mai nap legfontosabb eseményeivel jelentkezik, híradónk, köszöntöm Önöket! Ma reggel hozták meg Lehocki János Kovács iparművész szentendrei műhelyéből az Eszterházy kastély kerítésének oldalsó kapuit. A Szent István út felőli bejáratra feliszerelték a kovácsoltvas kétszárnyú kaput és a gyalog kaput. Mint megtudtuk, ezek az eredeti kapuk, melyeket restaurálni kellett. A főtéri kovácsoltvas díszkapuk szeptember végén érkeztek meg pápára és kerültek a helyükre, most pedig a Szent István úti oldalkapuk is megérkeztek. Ezek a kapuk a helyükön voltak az elmúlt évtizedekben, és amikor elkezdődött a kastély rekonstrukciója, akkor levettük őket, nehogy az építési forgalom kárt tudjon bennük tenni, és ezeket a kapukat is átadtuk felújításra a Lehocki műhelynek. A Szent István úti kovácsoltvas szerkezetek komoly kultúrtörténeti értéket képviselnek, hiszen ezek az eredeti kapuk, melyek egyidősek a kastéllyal. Tudtuk meg Lehocki Tivadar fémszakrestaurátortól, aki személyesen felügyelte a helyszíni beszerelést. Van egy autóbejáró kapu, az kétszárnyú, és van egy kis személybejáró kapu. A kapukkal olyan problémák voltak, hogy nagyon korrodáltak és deformáltak voltak. Tehát mi már úgy vittük el, hogy nem is voltak a helyükön, csak a kis kapu. És a bundok, díszek hiányoztak, és ezeket restauráltuk és állítottuk helyre. Most itt a helyszínen milyen munkájuk van, hogyan fog a helyére kerülni a két szárnyú kapu meg a kis kapu? Hát most először ugye a két nagy kaput rakjuk be, hát ugye már elő lettek készítve az oszlopon, a meglévő oszlopon a régi helyeknek a felújítása, és most tulajdonképpen már csak beillesztjük a helyére. Ezzel a mai munkával tulajdonképpen ez a projekt teljesen készen van, mondhatjuk azt. Igen, a kerítés és a kapu projekt. Hát azt leszámítva, hogy itt azért a kerítésnek egy rövid szakasza még hátra van, amit majd szintén meg kell újítani. Az a szakasz az a tervezésből kimarad, de nyilván nem maradhat el, hiszen éppen olyan burkolókővel fedett része a régi kerítésnek, mint az, amelyik már megújult. A kétszárnyú kapu elektromos mozgatót kap, hiszen továbbra is itt zajlik majd a gépjárműforgalom a kastélyhoz. Ez a kapu bonyolítja a nagyobb forgalmat. A kastély díszkapuján keresztül gépjárműforgalom nem történik. Tehát például a tűzoltóknak, bármiféle áruszállításnak, illetve annak a személygépjármű, korlátozott személygépjármű forgalomnak, aminek itt helye van, annak mindezen a kapun keresztül kell bonyolódnia. A polgármester úgy fogalmazott, bár ez a kapu kevésbé díszes és látványos, mint a főbejárati, biztos, hogy sokan ezt is megörökítik és közzéteszik a közösségi médiában. Tajvani üzletemberek tettek látogatást ma Pápán és találkoztak a városvezetővel és munkatársaival. A delegációt a Sifu cégcsoport, az Oring cég és a Tungsram képviselői, valamint a tajvani ügyvivő munkatársai alkották. A tárgyaláson az okosváros elemek különböző lehetőségeiről egyeztettek. A találkozó létrejöttében fontos szerepe volt a Sifu cégcsoportnak, melynek pápai jelenléte egyfajta garancia más tajvani gazdasági társaságok számára. Tudtuk meg Áldozó Tamás polgármestertől. Arról beszéltünk, hogy milyen okos megoldásokkal lehet az okosváros kialakítása irányába lépni. Az okos városnak sok jellemzője van, többek között a környezettudatosság, az energiatakarékosság, a jobb helyi életminőségnek a kialakítása. És arról beszéltünk, hogy olyan komplex megközelítésbe érdemes ezt értelmezni, amely nem egy-egy területre szűkül le, mondjuk adott esetben nem egy okospadnak a telepítését jelenti, az inkább csak egy szimbólum, hanem rendszerként tudja úgy működtetni a várost, ami megtakarításokat jelent a helyi adófizetőknek. Ilyen például a közvilágítás okosítása, melyben a pápára érkezett cégek is érdekeltek. Ha a közvilágításnak az okosítását nézzük, akkor ez azt jelenti, hogy a folyamatos információkat kap egy központ arról, hogy milyen minőségű a szolgáltatás, a közvilágítás, illetve arról is, hogy hol kell felkészülni arra, hogy egy meghatározott időn belül esetleg meghibásodás léphet fel, magyarán, hogy időben még mielőtt kialszik a lámpa, már ki is lehessen cserélni azt az izzót. A mai első találkozót várhatóan több is követi majd, hiszen a tajvani cég most tervezi magyarországi megjelenését. Kijelöltük a tárgyalópartnereket, akiknek az a dolga, hogy egymással tisztázzák a részleteket, és nagyon sok tárgyalási forduló után akkor eljuthatunk addig, hogy akár ebből üzlet is lehet.
illetve arról beszéltünk, hogy egy pilot projekt részeként bizonyos eszközöket telepítünk Pápán, amit nem kell fizetni, aminek az a lényege, hogy a működésébe tapasztaljuk meg ezeknek az eszközöknek a hasznosságát. Az okos közvilágításon túl számos más lehetőséget is jelenthet ez az üzleti kapcsolata a város számára, hangsúlyozta dr. Áldozó Tamás. Az Orink cég Európában már 2 képviselettel rendelkezik, egyik Németországban, másik Lengyelországban található, és Magyarország lesz a 3., melynek referencia helyszíne Pápa lehet. Mesekönyvkiadás, olvasást népszerűsítő rendezvények, színezőpályázat, Trianon 100 előadás sorozat. Csak néhány azok közül a programok közül, melyeket az Országos Mécs László Irodalmi Társaság és a Gyermekjóléti Alapítvány szervez a városban vagy országszerte. A témákban Rácz Ottó, az Omlit és a Gyermekjóléti Alapítvány elnöke tartott sajtótájékoztatót múlt pénteken. Az Országos Mécs László Irodalmi Társaság tavaly ünnepelte 25 éves jubileumát. Ehhez kapcsolódva indították el azt a kezdeményezést, hogy Mécs László legyen része a Nemzeti Alaptantervnek, és kapjon posztumusz magyar örökségdíjat. A sajtótájékoztatón elhangzott az is, tavasszal tervezi az Omlit a Meseszép Ajándék című mesekönyv kiadását, és folytatni kívánják olvasást népszerűsítő adományprogramjukat is, az Olvas Te Is kezdeményezéssel. Ezt csak úgy tudjuk elérni, hogyha a gyermekekhez közvetlenül eljuttatunk értékes könyveket. Ezt a programot egyébként hosszú évek óta csináljuk. Az eddig részünkről adományozott könyvek értéke, nehéz megmondani, hogy mennyi, de körülbelül 2,5 millió forint az, amit már eddig adományoztunk. Iskoláknak, gyermekintézményeknek, szorványban élő magyar intézményeknek is, például Erdély különböző iskoláinak, árvaházaknak. A Gyermekjóléti Alapítvány is számos programot szervez a 2020-as évben. Kiadnak egy elektromos antológiát Szerelem Szeretet címmel, a gyerekeknek dinoszaurusz színező, a felnőtteknek mandala színező pályázattal készülnek, és elindítják Trianon 100 Históriás Szabad Egyetemüket is, mely egy történelmi témákat feldolgozó előadás sorozat lesz. A Trianon 100 Históriás Szabad Egyetem elnevezése természetesen a trianoni békediktátum 100. évfordulójához kötődik. Azt gondolom, hogy nem lehet erről a témáról eleget beszélni. És már most mondom. Ha Trianon 100 elmúlt, akkor jövőre is rendezünk Trianon programokat, és egészen addig fogom rendezni, amíg élek. Ugyanis ez egy olyan program, ami a magyarságot megalázta, sárba tiporta, földbe döngölte, és én azt gondolom, hogy erről beszélni kell, hogy a jövő generációja is tudjon róla, és úgy tekintsen erre, mint nemzetünk sírásási periódusára. A Trianon 100 az 1916 és 1921 közötti időszakkal foglalkozik. Az első előadásra február 21-én pénteken délután 4 órára a Kékfestő Múzeumba várják az érdeklődőket. A téma Boldog IV. Károly élete és uralkodása lesz. Katona, grófnő, bohóc, pantomimes, róka. Többek között ezekkel a jelmezekkel találkozhattunk szombaton a Pápai Jégpálya farsangi programján. A hétvégi eseményen színes fények és jó zene csalogatta jégre a civileket és a jelmezeseket. Ezen az estén cserélték le a Jégpálya Facebook oldalának borító és profilképét is, melyet a pápai alkotó Szabó Kraker László tervezett. Második alkalommal szerveztek jégfarsangot a Pápai Eszterházi kastély dolgozói. A programra sokan elfogadták a meghívást, a legtöbben a pályán, mások pedig a jég mellől élvezték a programot, a kellemes időt és a jó zenét. Nagyon örülünk, hogy sokan komolyan vették azt, hogy ha itt farsangi buli van, akkor jelmezben illik érkezni, és hát a korizáshoz ismét DJ-t biztosítottunk, ahogy ő emlegeti magát, Magyarország legjobb hangú DJ-jét hoztuk ide, erre a rendezvényre. DJ Schneider mai és retro slágerekkel hozta meg a kedvet a korcsolyázáshoz. Az a visszajelzésünk, hogy jó a fogadtatás, tetszik a korizóknak a zene, amit itt nyújtani tudunk. Néhány fénnyel is kiegészítve igyekszünk egy kellemes estét varázsolni. Az időjárás tökéletes, a zene jó, a jelmezek gyönyörűek,
érdekesek, változatosak, úgyhogy remélem, hogy akik itt vannak, jól érzik magukat. Mennyiben másabb egy ilyen farsangi kavalkád, mint egy sima hétköznap vagy hétvége? Sokkal többen vannak. A farsangkor sokkal többen vannak, mint máskor. Máskor kevesebben vannak. Hogy érzed magad? A farsangi program estéjén cserélték le a jégpálya Facebook oldalának profil és borítóképét is. Én bízom benne, hogy felismerik azt, amit mi látunk benne, hogy egyedi, hogy a jégpályáról szól, hogy nagyon jól benne vannak a város színei, a piros és a kék, hogy ettől is pápai lesz ez a logó, és pápai ez a jégpálya. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy a vendégeink tetszését is el fogja nyerni. Az egyediség a grafika stílusából fakad, aminek alkotóját nagyon sokan felismerik. Szabó Kráker Lászlónak ez már a sokadik felkérése a várostól, vagy a helyi egyesületektől. Jó érzés mindig a városnak arcot adni, bármire is kérnek fel, hiszen egy szívemhez közel álló dolog, és nagy örömömre elfogadták ezt a logót, és nagyon jól látni, hogy befrissítették az oldalt, végre élőben is látni a dolgot. A jégpálya a hétvégén zár, az új arculat bemutatását azonban nem véletlenül időzítették mostanra. A grafika így decemberben már ismerősként hívja korizni a jégszerelmeseit. Holnap még marad a nagyon szeles idő, a részleteket néhány másodperc múlva hallhatják. Kedden erősen szeles időre kell készülni. Az ország északi felén viharos, délen erős, élénk nyugati, északnyugati szél várható. Reggel sokfelé eshet, zápor helyenként zivatar alakulhat ki. Napközben csökken a felhőzet és egyre kevesebb helyen valószínű csapadék. Délután 6-13 fok között alakul majd a hőmérséklet. Kedves nézőink, ez volt a Híradó itt a Pápavárosi Televízióban hétfő este. Műsorunkat egy óra múlva megismételjük. Viszontlátásra!